Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntjük a kedves magyarországi testvéreket innen Szlovéniából, a mi kis házi karanténunkból. Együtt most éppen Joachimmal. Szeretnénk egy kis üdvözletet küldeni és beszámolni arról, hogy milyen itt nálunk a helyzet Szlovéniában. Sajnos, ahogy mindenhol nálunk is bezártak a templomok, és úgy néz ki, hogy a húsvéti ünnepeket is így családi körben fogjuk ünnepelni. De éppen a minap olvastam egy gondolatot, hogy az első húsvét sem egy templomban zajlott, hanem az üres sír mellett jött a jó hír, hogy az Úr Jézus feltámadt, és valóban feltámadt. És ez a mi reménységünk ma is, hogy hiába nem tudunk a templomban együtt találkozni, de a lényeg az, hogy mindannyiunk számára Jézus feltámadt, és azt ígérte, hogy velünk lesz életünk minden napján. Úgyhogy ezzel a reménységgel szeretném bíztatni a testvéreket is, hogy erre figyeljünk, és ez adjon a számunkra nyugalmat. Természetesen a saját lehetőségeinkkel és talentumainkkal igyekszünk tovább folytatni a lelkészi szolgálatunkat, és keresni a körülöttünk élő embereket, akár a cybertér adta lehetőségeken át, akár papíron keresztül, akár telefonon keresztül. Azt gondolom, hogy ez egy nehéz időszak mindannyiunk számára, de ahogyan a Biblia is mondja, mi magunk vagyunk a templom, a tagok, az emberek, a mi szívünk. Úgyhogy ilyen formán határok nélkül tudunk kapcsolódni egymáshoz, akár imaközösségben, akár gondolatban, akár levelezésen keresztül, akár a telefonok hangján keresztül. Tudunk közösségbe lépni, és ahol ketten vagy hárman együtt vagyunk, nem csak fizikálisan, hanem lélekben, ott az Úristen is velünk van. Ami a számomra a legnagyobb biztatást adó bibliai gondolat erre az időszakra, az apostoli gondolat, hogy az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat. És azt kívánom mindenkinek, hogy ez valóban legyen így, vigyázzunk egymásra, vigyázzunk a szívünkre, és vigyázzunk a gondolatainkra, és hagyjuk, hogy ez az isteni békesség, amely mindent felülhalad, és mindent vihart le tud nyugtatni a lelkünkben is, és körülöttünk is, az most bennünk meg legyen, és megtaláljuk a helyünket a csendben, ami most körülvesz minket. Úgyhogy áldott húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek innen Szlovéniából.